milyen volt ez a délelőtti úszás? Hogy esett? Egyáltalán hogy érezted magad? Nagyon összetett. Mármint nem, az, nem a, azzal volt a baj, hogy felkeltem majd valami, és ez nem sikerült, hogy rábörögik a 50 hátra. Szerintem, aki benne van így az úszásban, és végignézte a világbajnokságot, a magyar úszókat, végignézte a teljesítményt, azért látja, hogy nekem sajnos valamit nagyon nem kapol. Nem tudom igazából, hogy mi. Nagyon csalódott vagyok az egész VB-vel kapcsolatban. Nem ezt vártam magamtól. Nem tudom. Most, hogyha úgy nézik, hogy egy hónapja szedte Colin edzésből, elmentem, és csak azokat az időket úszok, akkor most 106-on is benne vagyok, a 16-ban, meg 56-on is. Én úgy érzem, megtettem mindent, hogy sikeres legyen az a budapesti világbajnokság számomra. Többet edzettem, mint amikor 206-on készültem. Azt hittem, hogy most meg fogom mutatni a hazai közönség előtt, hogy nem csak úgy bemondtam tavaly, hogy az 53-40 a cél. Lehet, hogy egy erős időeredmény volt az az országos csúcs, de ha úgy nézzük, Kazanyban 54-0-át húztam, és azt már többször is megúsztam, az a most is a tizedik lettem volna. Szóval, hogyha most 53-8-at húszok, azzal megvan a döntő, és 2/10-et kellett volna javulni a 2 éves időben. És ez egész évben szerintem benne is volt. Csaba bá is elmondta Szerte Kólin, hogy az 56 után biztos volt benne, hogy 53-at fogok 106-on húszni, hát nem tudom, hogy mi van. Szenvedés az egész úszás. Biztos vagyok benne, hogy lesz ez még jobb, illetve hát a sport attól nagyszerű, hogy mindig föl lehet állni. De lenne még egy kérdésem hozzád. Este játszik a magyar vízilabda válogatott világbajnoki döntőt Horvátország ellen. Mit vársz, illetve üzensz-e valamit a fiúknak? Most a magyar sikert várok. Olvastam, hogy Viktor a kapus lehet, hogy nem fog tudni játszani, vagy nem is játszani, nem tudom, hát szoros lesz biztosan, de nagyon remélem, hogy a magyar sikerrel fog zárulni, és remélem sokkal jobban fognak szerepelni a fiúk, mint én, sajnos itt a fiúk.